Sziasztok! Üdvözöllek a kettes mikrokontrollerek labor 10. részében. Ebben a részben tovább tanulmányozzuk a TWIR egységeket, és egy másik TWIR egységet hoztam nektek, ez a TWIR Real Time Clock. Itt láthatjuk ezt az egységet. Láthatjuk azt, hogy ez egy TWIR egység, mert felismerjük a két kommunikációs szállat, az SCL és SDA-t, ugye a clock és a datavonalat. Ebből már tudjuk is azt, hogy ez az egység TWIR-on kommunikál. Ezen kívül a standard táplálást is látjuk, a VCC és a groundot, piros és a fekete szálat, amit bekötöttem itt a tápláláshoz. A clock és a datavonalat, a kék és a narancssárga szálakat pedig bekötöttem itt az analog 4-es és 5-ös bemenetekre. Ugye ezeknek az alternatív funkciója a clock és a data. Ezen kívül még ennek az egységnek van két másik kimenete is, ez az SQW vagy square wave, és a 32 kHz-es kimenete. Tehát ez a real-time clock egység képes generálni nekem egy 32 kHz-es jelet, illetve képes generálni nekem egy négyszög jelet, azt különböző frekvenciákkal tudja generálni. Ez az SQV-nek még van egy másik funkciója is, ez az interruptoknak a jelzése. Tehát mivel ez a slave egység egy two-wire protokollon keresztül van hozzákötve a mikrokontrollerhez, ezért, hogyha valami történik a slave egységbe, ő nem tud szólni a masternek. Nem tudja inicializálni a kommunikációt. Tehát two-wire-ba a slave nem tudja kezdeményezni azt, hogy most legyen egy öltküldés, azt mindig a master kell kezdeményezze. Ezért adtak egy külön hardware vonalat neki. Tehát, hogyha valamilyen esemény történik itt az órába, akkor ő tud szólni ezt a vonalat, ezt az SQV-t fel tudja használni úgy, mint egy interrupt jelzése, ezt a sárga számon bekötött jelet, tehát ott mondjuk tud egy váltást csinálni 0-ból 1-be, 1-ből 0-ba, és azzal jelezni tudja azt, hogy valami történt. Hát mi történhet egy ébresztő órában az, hogy elértük azt az időpontot, amit beállítottunk. Tehát kellene ébreszteni, esetleg meg kell szólaltatni egy kis hangot, vagy egy fényjelzést, vagy valamit, és akkor ezzel vissza tud jelezni. Tehát ezt a szállat itt most nem kötöttem be sehova, de akár be is köthetném egy digitális bemenetre, és akkor azt tudnám nézni, ellenőrizni, hogy megtörtént-e az eset. Hogyan tudnám ezt az egységet programozni? Meg kell keressem a leírását ennek az egységnek. Az egyik módja annak, hogy megkeressük a leírását, vagy elolvassuk azt, amit a chipben ír, amit egy kicsit nehezebb, jobb megvilágítás kell hozzá, vagy adott esetben az is segít, hogyha leolvassuk, amit a nyomtatott áramkörön ír. Például erre, hogy ZS042, erre, hogyha rákeresünk, valószínűleg kapunk egy leírást az egységről. Én ezt a leírást már megkerestem, ezt az egységet a DS3231-nek hívja, és úgy lehet megtalálni ezt a leírást, hogy beírjuk azt, hogy DS3231 datasheet PDF. És akkor általában megkapjuk ezt a PDF-et, ami szépen leírja a működését, kezdve onnan, hogy leírja azt, hogy mi ez az egység, mire jó, miket tud megvalósítani, milyen tulajdonságai vannak, mire lehet felhasználni, hogyan kell bekötni, különböző működési paraméterek, feszültségek, hőmérséklet értékek, amik között működik, illetve maguknak az adat és a clock jeleknek a leírása és az időzítése. Tehát, hogyha valaki először vesz kézbe egy two-wire egységet, ebből a leírásból meg kell értse azt is, hogy a two-wire kommunikáció hogyan történik. Mi ezt már tanulmányoztuk. Egy sketch a belső felépítéséről. Tehát láthatjuk, hogy van neki egy oszcillátorja, amivel az időzítést tudja végrehajtani. Tehát pontosan tud időt mérni, van neki egy I2C interfésze, amivel kommunikálni tud, és lesznek regiszterek, ahol tárolja az időt, illetve be lehet majd állítani ébresztőt is. Tehát, hogyha talál majd az idő a beállított időponttal, akkor tud adni ébresztőjelet is. Itt van ez a két kimenet, amiről még beszéltünk, a 32 kHz-et generáló kimenet, illetve a square wave-t, vagy interruptot generáló kimenet, ahol ez az egység vissza tud szólni, és meg tudja mondani azt, hogy megtörtént az egyezés az alarm és a clock
között. Leírja az összes pinnek a funkcióját, és ami minket igazán érdekel, leírja a belső regisztereknek a felépítését. Tehát innen láthatjuk azt, hogy milyen regiszterei vannak, ezek 8 bites regiszterek, és mit tárol ezekbe a regiszterekbe. Tehát például a nullás címen tárolja a másodperceket, az egyes címen tárolja a perceket. És itt tovább le van írva számunkra az, hogy hogy tárolja a dátumot, és hogy tárolja az időt is. Láthatjuk, hogy itt kicsit lejjebb a 7-es hexa címtől van egy alarm 1-es beállítás, és utána a 0B-s hexa címtől van egy 2-es alarm beállítás. Itt ezekben a regiszterekben láthatjuk, hogy hol tárolja el a másodperceket, perceket, órákat, a hét napját, a dátumot, illetve láthatjuk, hogy itt tárolja el az 1-es alarmhoz tartozó másodperceket, perceket, órát, napot, illetve a 2-es alarmhoz tartozó perceket, órát, napot. És láthatjuk azt, hogy van neki egy control regiszterje, egy control status regiszterje, és ezekben ismerős nevű biteket találunk. Az F az ugye flaget szokott jelenteni, tehát egy olyan bitet, amilyen valamilyen esemény bekövetkeztét jelzi. Nekünk itt alapvetően két eseményünk lehet ebben a kontextusban. Az egyik az ugye az, hogy az egyes alarm teljesült, tehát az egyes alarmban beállított időpont talál a pillanatnyi időpontunkkal, vagy a kettes alarmban beállított időpont talál a jelenlegi időponttal. És akkor ez kiváltja ezt az eseményt, hogy alarm 1-es történt, vagy alarm 2-es történt. Ez a két esemény, ezeket a flageket mindig beállítja. Ha be van állítva az interrupt enable bit, akkor meg is hívja az interruptot. Ez az interrupt, ezen a two-wire egységen belül történik. Ahhoz, hogy ő ezt jelezni tudja a mikrokontroller felé, ugye azt a square wave vagy interrupt kimenetet azt kell váltogassa, azt ezzel az interrupt control bittel tudjuk beállítani. Ezen kívül itt még vannak más bitek is, aminek a működését itt részletesebben leírja. Be lehet kapcsolni a square wave-et, illetve itt van két bit, amivel beállíthatjuk azt, hogyha különböző frekvenciájú kimeneteket szeretnénk generálni, azt is lehetséges generálni. Be lehet kapcsolni 32 kHz-es kimenetet. És még milyen adatok vannak itt? Láthatjuk azt, hogy van egy ilyen, amit úgy hívnak, hogy aging offset. Ez arra jó, hogyha az óra nem működik pontosan, azért, mert a kondenzátorok már megöregedtek egy kicsit, ide lehet egy adatot beírni, amivel ezt kompenzálni lehet. Illetve itt még van két byte, ahol azt olvassuk, hogy most significant byte of temperature, least significant byte of temperature. Tehát ez a real-time clock, ez képes hőmérsékletet is mérni. Tehát neki meg tudom mondani ezen a biten keresztül, hogy konvertáljon, tehát alakítson át egy hőmérséklet értéket, és azt ő bementi ezekbe a byte-okba, és innen ez kiolvasható. Tehát annak ellenére, hogy ő egy real-time clock, igazából hőmérőként is tud viselkedni. Itt az alarmoknak a leírását, hogyha figyelmesen elolvassuk, akkor látjuk azt, hogy érdekes módon mind a két alarmnak vannak ilyen mask bitjei. Van 4 mask bitje az egyesnek is, és van 3 mask bitje a kettes alarmnak. Ezek itt a regiszterekben, itt ezen a helyen találhatók, a 7-es bitnél. És ezek a mask bitek azt mondják meg az órának, hogy mit hasonlítson akkor, amikor kiváltja ezt az alarm conditiont. Tehát mikor történjen meg az ébresztés. És ezekkel a mask bitekkel meg tudom mondani neki, hogy nem kell minden adatot figyelembe vegyen, és akkor ezzel el tudom érni azt, hogy minden másodpercben legyen egy riasztás, vagy minden percben, vagy így tovább, minden órában, esetleg a hét minden napján. Tehát attól függően, hogy hogyan állítom be ezeket a biteket, ki tudok váltani egy-egy alarmot bizonyos periódusonként. Tehát itt van az, hogy alarm
Mikor? Amikor találnak a másodpercek. Amikor találnak a percek és a másodpercek. Amikor találnak a percek és a másodpercek és az órák. És itt, amikor talál a dátum is. Itt, amikor talál a hét napja is. Tehát így érdekes módon többfajta funkcionalitást tud megvalósítani ez az alarm, azzal, hogy van neki egy ilyen mask bitje is. Itt találjuk a kontrollregiszter leírását, alapból be van kapcsolva az, hogy számol az óra, meg lehet állítani nyilván, be lehet kapcsolni ezt a battery backed square wave-et, tehát ezzel akkor azon az SQV kimeneten kapunk egy négyszögjelet, azt is meg lehet mondani, milyen frekvenciával szeretnénk, azt ez a két bit mondja meg, az RS2 és RS1. Itt van a lehetséges négy beállításuk, és 1 Hz-től 8 kHz-ig különböző frekvenciájú jeleket tud őt generálni nekünk. Itt van ez a convert, temperature bit, ezzel tudjuk megmondani neki, hogy alakítson át egy hőmérséklet értéket, és utána ki tudjuk olvasni azt, illetve van az interrupt control is. Ugye ezzel tudjuk megmondani, hogy szeretnénk ezt interruptra felhasználni. Tehát ide zérót írok, akkor interruptra használom, ha nem, akkor square wave generálásra használom. Illetve itt vannak az interrupt enable bitek. Nagyjából ez az, amit tud ez a real-time clock egység, és nézzünk akkor egy kis kódot is hozzá. Nézzük akkor meg a kódot, amivel ezt a 2-wire real-time clockot tudjuk programozni. Ezt a kódot Cornelius Jaszemski írta, és megtaláljuk ebben a DS3231 könyvtárban. Ez elérhető akár GitHubon, akár úgy, hogy rákeresünk. Látjuk azt, hogy ilyen típusú változókat tudunk deklarálni az órához, egy ilyen objektumot, illetve a dátum és óra tárolásához egy ilyen típusú adattagot. A setupban bekapcsoljuk a sorosportot, ezen keresztül fogjuk visszaküldeni az adatokat a számítógépre, majd elindítjuk az órát, és beállítjuk a real-time clockba a jelenlegi időpontot, tehát a jelenlegi dátumot és órát. Tehát ott a háttérben, ott az összes regisztert, amit eddig láttunk, azokat a megfelelő módon be fogja ő állítani. A loopban mi történik? Lekéri ettől a 2-wire egységtől ezeket az adatokat, tehát kiolvassa ezeket a regisztereket, majd átformálja az adatot, úgyhogy olvasható legyen, és akkor itt az adatból ki tudjuk olvasni az évet, hónapot, napot, percet, másodpercet. És ezt ki is iratjuk a soros porton keresztül. Tehát lássuk ezt a kódot, felírjuk, és a soros monitorban nézzük meg azt, hogy mit ír ki számunkra. Tehát láttuk, hogy inicializálta, és írja a jelen pillanatban levő órát. Most kipróbálhatnám azt, hogy elveszem a táplálást tőle. Kihúztam a táplálást tőle. Nyilván most, hogyha kér adatot a 2-wire, akkor nem fog kapni adatot, mert nincs táplálása ennek a real-time clocknak, de visszaadom neki, és folytatja, és itt látható az, hogy eltelt közte vagy 10 másodperc, és a real-time clock nem vesztette el az időt közben. Tehát közben nem futott le ugye még egyszer a setup, mert én csak annyit csináltam, hogy a real-time clocknak a VCC táplálását, tehát a piros szálat kihúztam, de ő közben tovább számolt. Tehát ez a két időpont között, ő végig számolta azt a 10 másodpercet, nem veszíti el a beállított időt. Rendben. Nézzük meg ugyanezt a kódot úgy, hogy egy kicsit részletesebben belemegyünk abba, hogy mi is történik. Ebben a második példában egy kicsit átírtam a kódot, tehát ezeket az adattagokat, amiket beírunk a regiszterbe, ezeket explicitebb módon megadom.
de ugyanúgy felhasználom majd a kiolvasásra az ő általam megírt részt. Ezt is megírhattam volna, csak a túláért felhasználva, de én csak annyit szerettem volna illusztrálni, hogy mi is történik itt a háttérben. Tehát itt a háttérben nyilvánvalóan egy two-wire kommunikáció történik. A setupban annyi történik, hogy bekapcsolom a sorosportot, és utána beállítok egy adott dátumot és időpontot. Ez pont a karantén kezdete előtt az utolsó óránkból egy időpont. Azért választottam ezt, hogy ne lenne sok nullás benne. Tehát én azt írjam, hogy este 8 óra, mert akkor abban egy csomó nullás van, hanem lássuk, hogy tényleg ezt állítja be. És az alapján, amiket láttunk ott a regiszterekben, hogy melyik bit mit jelent, ez alapján előkészítem neki ezeket az adatokat, feltöltöm őket, és mi történik? Történik egy two-wire kommunikáció. Tehát hogy kezdődik a two-wire kommunikáció? Bekapcsolom, tehát ez ugye beállítja a two-wire-nak a sebességét, és megcímezem egy slave address-szel. Az, hogy mi a slave address, azt a dokumentációból ki tudom keresni. Tehát ez a slave address a real-time clocknak. Majd az első írásom az ugyanúgy, mint az EPROM-nál, beállítja az ő belső címét. Tehát azzal, hogy ide írtam egy hexa zérót, azzal ráállítottam a belső address pointert erre az első címre. Persze utána amúgy is ide állítódik be, de hogyha szeretnék egy szép kódot írni, mindenképpen el kell küldjek egy címzést, úgyis egy belső címzést, tehát ráállítom a másodperceket tároló regiszter címére. És ezután minden, amit küldök, ezek adatok. Tehát ezután elküldöm a másodperceknek megfelelő adatot, a perceknek megfelelő adatot, az óráknak megfelelő adatot, azt kiolvashatjátok a PDF-ből, az egy kicsit bonyolultabban van, mert az órák az lehetnek 24 vagy 12 órás formátumban is. A hét napját fogom megadni, illetve az évet. És amitán ezeket mind elküldtem, mindegyik byte beírása után az ő belső címe egyel tovább ugrik. Tehát ez olyan, mint a page write, hogy egymás után írom be a byte-okat, és ezzel, hogy elküldtem az éveket, és ezzel beírtam a teljes a dátumot és órát. Ezután befejezem a two-wire kommunikációt, és a loopba ugyanazt csinálom, mint az első programban. Tehát kiolvasom azt, hogy milyen dátum és milyen idő van. És akkor ezt írjuk fel. És nézzük meg a serial monitorba. Tehát beállítja pontosan azt az időpontot, amit szerettem volna, és onnan kezd el tovább számolni. Ha a többi funkcionalitását is szeretnénk felhasználni ennek a two-wire real-time clocknak, megnézhetjük ezt a könyvtárat, amit Cornelius írt. Sok hasznos függvény van benne. Itt vannak a maszkolások az államokhoz, és akkor láthatjuk itt, hogy van ilyen set daytime függvények, különböző set daytime függvények, beállítsa az időpontot, be tudjuk kapcsolni ezt a square wave-et, be tudjuk kapcsolni a 32 kHz-et, meg tudjuk mondani azt, hogy alakítsa át a hőmérsékletet, és ki tudjuk belőle olvasni a hőmérsékletet, be tudjuk állítani az alarm 1-est, az alarm 2-est, be tudjuk állítani azt, hogy ezt a square wave-et generálja csak az elemet felhasználva, és vannak itt egyéb függvények is, amiket felhasznál átalakításokhoz. Tehát majdnem mindegyik funkcionalitást, amiről olvashattunk abba a PDF-be, arra itt meg van írva szépen a függvény. Tehát nem is vagyok ellene annak, hogy egy jól megírt könyvtárat használjunk, csak azt szeretném, hogyha értenénk azt, hogy mi is történik a háttérben. Tehát ne csak egy annyit lássunk, hogy ő valahogyan beállította azt az órát, hanem értsük meg, hogy itt a háttérben annyi történt, hogy two-wire-ban megcímeztem magát az egységet, azon belül megcímeztem, hogy melyik címre szeretnék írni, vagy melyikről szeretnék olvasni, és történt egy adatküldés, vagy a master-től a slave felé, vagy a slave-től a master felé. Sokszor előfordul az, hogy felhasználunk egy új egységet, találkozunk egy új egységgel, mint ez a two-wire real-time clock,
és megkeressük hozzá a könyvtárat, ebben az esetben ezt a DS3231-es könyvtárat, amit Cornelius Jezsémszky írt, és hogyha kizippeljük ezt a könyvtárat, akkor láthatunk benne egy ilyen alkönyvtárat, amit úgy hívnak, hogy examples. Ez sokszor érdemes megnézni, mert láthatjuk azt, hogy itt különböző funkcionalitásokat demonstrál. Tehát például demonstrálja azt, hogy kell kiolvasni a hőmérsékletet. Van ez az egyszerű, ez az, amit néztünk eddig, de van egy ilyen is, amelyik az alarmot mutatja be, hogy hogy működik. Tehát nézzük meg ezt, hogy hogy használ fel egy interruptot arra, hogy az alarmot jelezze a slave egység a mikrokontrollernek. Tehát itt megkapjuk hozzá a kódot, itt láthatjuk is ezt a kódot, és ebben a kódban mit fog csinálni? Azt fogja csinálni, hogy lesz egy ilyen alarm function, és ez a függvény meghívódik akkor, amikor egy interrupt meghívódik, és láttuk azt, hogy van neki egy olyan pinje, amit be tudunk kötni, hogy itt láthatjuk ezt a sárga szálat, ami jön ugye ebből a square wave vagy interrupt pintől, és most bekötöttem ide a kettes digitális bemenetre. Mivel én ezt bekötöttem a kettes digitális bemenetre, ezen képes egy külső interruptot meghívni. Tehát itt írja is, hogy az Arduino 2-es pinjére kell kötni, és amikor megtörténik itt egy esés, tehát egy 1-ről 0-ra való logikai átmenet, egy falling edge, akkor meghívja ezt az alarm function-t. Tehát ahányszor szólt a real-time clock a masternek ezen a sárga szálon keresztül azzal, hogy lehúzta a jelet 1-esből 0-osba, beugrik a mikrokontrolleren futó program ebbe az interruptba, ebbe az interrupt, external interruptba, és meghívja ezt az alarm function-t. Tehát ki fogja nekünk írni azt, hogy meghívódott ez az interrupt, és átváltja ezt az állapotát az alarmnak. Ezt az állapotát az alarmnak még jelezni fogjuk egy digitális pinen keresztül, tehát ez az alarm LED, ez outputra van állítva, és mindig kiírjuk rá az alarm állapotát. Tehát lássuk, melyik pinre helyezte ezt, látjuk, hogy az alarm LED az a 4-es pin. És itt én is a 4-es pinre helyeztem ezt a drótot, amin van egy ellenállás, meg egy LED. És akkor ez itt a 4-es pinbe van, illetve itt a groundba van. És amikor megváltozik az alarm állapota, és true lesz, akkor ez a LED kigyullad. Amikor false, akkor pedig elalszik. Tehát láthatjuk, hogy itt demonstrálta számunkra azt, hogy hogy kell ezt az alarm function-t felhasználni, hogy kell a maszkolást felhasználni, hogy másodpercenként hívjon egy-egy ilyen interruptot. És a serial monitorba láthatjuk is ezt, hogy meghívja ezt az interruptot. Tehát ugye szól azon a vonalon keresztül, hogy történt egy változás a clockba, és akkor kiírja ezt a nem túl informatív üzenetet számunkra. Tehát így lehetne felhasználni ezt az interruptos részt. Tehát sokszor nagyon jó szolgálatot tesz az, hogyha megnézzük a példákat, amik egy könyvtárral jönnek. Ennyi volt a real-time clockról, amennyiben még több részlet érdekel, annyiban a PDF-et kell olvasgatni, illetve ezeket a példákat kell megnézni. Köszönöm a figyelmet!